a borsó szemherceg kisasszony. Nos, ugyanebben a kastélyban élt egy herceg, aki igazi herceg kisasszonyra vágyott. Már itt is. Bár ránézésre nem feltételeznék róla. Túl kövér. Nézze, felség! Túl sovány. Ó, kérem, felséges úr, nincs tovább. Bemutattuk az összes herceg kisasszonyt a szomszédos királyságokból. Drágám, hallgass jó anyádra, kérlek. Ha nem találunk mielőbb feleséget neked, sosem halljuk majd az apró üvegpapucskák csilingelését. De ezek közül egyik sem felelt meg. Az igazit akarom, akiben van valami különlegesség. Nagyszerű. Szűkítenünk kell a kört, ugye? Rendben, apám. De elég a kuzinokból, jó? Ha megnősülök, szerelemből akarok nősülni. Egy királyfi, aki idegen lányt akar feleségül venni. És szerelemből? Honnan veszed ezeket az ötleteket? Drágaságom, hol találhatnánk ilyen lányt neked? Tudni fogom, amint meglátom őt. Oly sok ismeretlen ország és királyság van a világon. Talán ott él valamelyikben az én igazi herceg kisasszonyom. Ha te és jó apám szerettek engem, nem kényszerítetek rám senki mást. Legyen, ahogy akarod, indulj! A nagy feleségkereső útra, a világ négy sarkába, és azon túl... Tessék? Már megbocsáss, drágám, de... Elment a felséges eszed? Csődbe viszed a királyságomat! Utód nélkül a királyságodnak amúgy is vége, drágám! Teringettét! Hát legyen! Nem értem! Ezek a mai gyerekek! Én a szülőket okolom, felség! És ezzel a herceg elindult bejárni a világot. Sok herceg kisasszonyt látott, de vajon melyikük az igazi? Hisz még ő sem tudja megmondani, kit keres. Túl magas! Túl alacsony! Hogy lehetne bármelyikükben is megtalálni azt a bizonyos különlegességet, amikor a herceg sem tudja, mi az? Nos? Túl nedves! Túl buborékos! Megjöttek! Gyorsan! A kapukat! Négy hosszú év után! Nos, fiam, hol a szerencsés lány? Hadd lássam! Mind herceg kisasszony volt, de egyik sem az igazi. A szobámban leszek, és boldogtalanul élek tovább. Ennek cseppet sem örülünk. Tehát a herceg nagyon bánatos volt, mert nagyon vágyott már egy igazi herceg kisasszonyra. Bár egyesek szerint csak is magát okolhatta. Öt éve imádkozunk azért, hogy megtaláljuk neki az igazi herceg kisasszonyt. Akiben megvan az igazi különlegesség. Az udvaroncok, a lovagok, a cselédek. Az egész népem mind-mind elhagyott bánatában. Hálátlan népség, mondhatom. Nem hibáztatom őket. Mi lesz így a királyi családdal? Ne búsulj, drága feleségem, ki tudja? Hát ha az igazi herceg kisasszony olyan, mint az üveghintók.
Egy évig is vársz egyre, aztán három jön egyszerre. Ah, a kormányt hibáztatom, felség. Vajon kikopog ilyenkor ének évadján? Na, mire vársz, nyiss ajtót! Ó, a hátam, a csontjaim, a ropogó ízületeim. Jól van, megyek. Ez mindig hatásos. Manapság nem lehet személyzetet találni. Minden magamnak kell csinálnom. Nyitom! Oh, jó estét! Véletlenül nem herceg kisasszony vagy leányom. Úgy értem, igazi. Dehogy nem. Hát te nem tudod. Minden divat követő igazi herceg kisasszony átázott rongyokat visel az idén. De most elég a hülye kérdésekből, inkább engedj be. Köszönöm. Hideg van odakint. Megmutatnád, merre van a konyha, kérlek? Éhen halok. Ahogy mondtam neked, drágám, képzeld, dőfös is, meg kevés is. Amilyen egy igazi herceg kisasszony. Jó, majd meglátjuk. És most hol van? Fürödni akart. Ezért beküldtem a herceg kisasszony lakosztályba. Tudod, amit az új szárnyban építettünk. Hát, ha egyszer végre. Szabad! Jó estét! Remélem, nem baj. Kölcsön vettem néhány ruhát a szekrényből. Hát, nem megmondtam neked. Nem érdekel, milyen gyönyörű. Eddig csak az időket pocsékoltuk az összes bemutatott herceg kisasszonnyal. De drágám, ígérem neked, kiderítjük, hogy igazi herceg kisasszony-e, akiben megvan az igazi különlegesség. Tényleg? Hogy? Hát nem tudtad, drágám, létezik egy próba. Próba? Milyen próba? Sajnálom, ez államtitok, de tökéletesen biztos. Mi vesztenivalód van? Na jó, de nem ígérek semmit, anyám. Fáradj be! Elég az ágyazásból, szívem! 20 matrac és 20 pehelypaplan? Elégnek kell lennie! Jaj, a hátam, jaj, a fájó térdem! Ráadásul most tényleg komoly! Jól feltornyoztátok az ágyneműt, nem? Nos, egy jó családból való lánytól nem várhatjuk, hogy egy kemény matrac nyomja a bársonyos hátát, meg az érzékeny bőrét, mivel te igazi herceg kisasszony vagy, igaz? Apám is ezt szokta mondani. Mász fel szépen. Ez az aprócska borsószem majd eldönti a kérdést egyszer és mindenkorra. Így. Aztán, ha sikeresen átmész ezen a próbatételen, talán hamarosan a menyemnek szólíthatlak, lányom. Szép álmokat. Átmegy. Remélem. Különben nincs vége kínjainknak. Milyen próbatételen? És mi van, ha nem megyek át? Ó, azt hiszem, tériszonyom van ide fent. Jó reggel, drágám. Mondd csak, jól aludtál az éjjel? Hát, nem jól. Ami azt illeti, le sem hunytam a szememet. Tudtam! Érezte az apró borsószemet 20 matracon és 20 pehelypaplanon keresztül.
Csak is egy igazi herceg kisasszony lehet ennyire érzékeny. Bizony, most hogy mondod, valami rettenetesen nyomott. Kék-zöld vagyok mindenütt. Hallottátok? Mindenütt kék és zöld, csodálatos! Káprázatos! Átment a próbán, átment! Átmentem? Igen, leányom. Biztos, hogy nem volt nevetségesen könnyű a próba, csak azért, hogy megházasítsatok? Bíz bennem, fiam! Ez a próbatétel olyan hallatlanul bonyolult volt, hogy én még mindig nem értem. Biztos nincs meg benne az a különlegesség, ami... Elég! Nekem ebből elegem van! Vagy mégis? Azt sem érdekel, ha valódi királyi párral állok szemben. Nem vagyok játékbaba, akit felöltöztettek, és húzigáltok ide-oda. A fiatok pedig egy elkényeztetek nyomvat kis... Felség? Ők jót akarnak, hidd el. Ha elkényeztetetnek tűnök, az azért van, mert már rég feladtam, hogy megtalálom az igazit. Azt a lányt, aki nem törődik az udvar véleményével. És természetes. Lehet, hogy most is álmodom csak. Megcsípem magam, vajon valóság-e? De akkor lehet, hogy sosem látlak többé. Valódi vagyok. Mondd, hozzám jössz feleségül. Nem is tudom. Olyan váratlanul ért. Hurrá! Érzem, hogy pompás esküvő lesz. Persze, udvarolhatok előbb, ha akarod. Én türelemmel várok, amíg átgondolod a dolgot. Kéretem a kincstárnokot. Ő az egyetlen, aki emlékszik még, merre vannak a mesés ékszerekkel teli szobák. A jövő hét megfelel az esküvő. Jól vagy, gyönyörű? Már csak egy röpke óra, felség. Nos, minden jó, ha jó a vége. Köszönet érte ennek az aprócska borsó szemnek. Árul el, drágaságom. Mi lett volna, ha nem megy át a próbán? Folytattuk volna a végkimerülésig, újra és újra, egészen addig, amíg átment volna. Csak kevesebb matraccal és nagyobb gyümölcsökkel. És így a herceg végre megtalálta az ő igazi herceg kisasszonyát, azt, aki önmagáért szerette. A Borsószem múzeumba került, ahol ma is megtekinthető. És ez az igaz mese vége.